Ezért dolgoztunk egész évben, ez volt a cél, örülök, hogy behoztuk, és boldog voltam. Voltam bajnok, azt hiszem 3 éve, Sparta Prahánál, de ott picit rosszabb volt, mert fél évig sérült voltam, akkor nem játszottam le egész szezont, és nem volt olyan, mint mondjuk itt. Mondjuk itt is itt a vége nekem egy picit ilyen keserebb volt, mert történt, ami történt, de már próbálok ezen túltenni magamat, és nézek előre. Minden meccsen úgy játszottunk, mint egy csapat. Küzdöttünk egymásért, és ez hozta végén a sikert. A mester így választotta ki a csapatot, jó játékosok voltak, akik tudtak, betették a saját tudásukat is, és a csapatért, és ez így összejött, és szerintem jó társaság is vagyunk, és örültem, hogy a második felébe tudtam gólokat rúgni, gólpasszokat adni, és első fél év nem volt annyira jó, mint a második. 100% a újpesti, mert 93. percben rúgtam a győztes gólt, és az ezért a élménnyel játszó ember a focit, de hát ez volt a legszebb élmény nekem. Hát én hazamegyek Brnóba, a feleségemmel és a fiammal örülök. Új lakásunk van, de hát oda örülök. Hosszú volt a év, sok meccs is volt, mert volt a bajnokság, volt a kupa, volt a ligakupa. Sok meccset játszottunk, és szerintem mégis érdemeljük a pihenést.